Megérkezett a Havanna lakótelepi orvosi rendelőbe az önkormányzat által vásárolt hordozható életmentő készülék. Ezzel minden felnőtteket fogadó orvosi szakrendelő rendelkezik már ilyen defibrillátorral. Az 1 millió forintért megvett készülék fenntartásához szükséges költségeket az önkormányzat állja. Ez egy teljesen automata készülék, hogyha üzembe helyezzük, akkor ékes magyar nyelven elmondja, hogy mit kell tenni, egy laikus is tudja ezt használni, reméljük, hogy erre nem kerül sor. Az utolsó olyan defibrillátor, amit szakrendelőbe, illetve járóbeteg rendelőbe helyeztünk el, innentől fogva ősszel folytatjuk a programot, illetve nyár végétől, és a közösségi házakban, művelődési intézményekben is fogunk egyet-egyet elhelyezni. Helyezze fel az elektródákat egymás után a páciens csupasz mellkasára. Az életmentő mesterséges intelligenciája annyira fejlett, hogy a két érzékelő könnyed felhelyezése után saját maga diagnosztizálja a betegek helyzetét, és csak ezek után ad utasítást kezelőjének. Jelenleg ilyen újraélesztő megtalálható az orvosi rendelők mellett, a Városgazda által üzemeltetett uszodákban is.